Üdvözlöm Önöket! Főbb híreink röviden. A Malenki robotra elhurcolt áldozataira emlékeztek vasárnap a Pest megyei Nagymaroson. A BKV dolgozók bérfejlesztése részeként átlagosan 15%-os mértékű alapbérfejlesztésről állapodtak meg a felek. Lelőtték a rendőrök azt a fegyveres férfit, aki szombaton túszokat ejtett Texasban, az amerikai tagállamban lévő Colville zsinagógájában. Februártól koronavírus elleni oltási kötelezettséget vezetnek be Ausztriában a 18 éven felettiek számára. A heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Kismaros, Nagymaros és Zebegény Málenki robotra elhurcolt áldozataira emlékeztek vasárnap a Pest megyei Nagymaroson. A Szentmisét követő megemlékezésen Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője felidézte, 77 évvel ezelőtt elég volt egy német hangzású név, hogy valakit megfosszanak mindentől, ami az övé, és elvigyék a teljes bizonytalanságba, a végtelen fagyott mezőkre, és ebben a fagyott sírboltban több százezer ember nyugszik. Beszélt arról is, hogy 77 évvel ezelőtt a szovjet vörös hadsereg szét akar zúzni mindent, ami azelőtt fontos érték volt, és ennek érdekében 800 ezer honfitársunk került a gulágra, minden 12. magyart elvittek vagy hadifogságba, vagy Málenki robotra, vagy a gulágra. Mi viszont 77 év után is itt vagyunk, egységben vagyunk, és kegyelettel emlékezünk azokra, akik sohasem térhettek haza, fogalmazott Rétvári Bence. Teljesíti a főváros és a BKV ZRT a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének követeléseit, azaz a BKV dolgozók bérfejlesztése részeként átlagosan 15%-os mértékű alapbérfejlesztésről állapodtak meg a felek. A szakszervezet már a nyáron azért lobbizott, hogy a jelentős béremelés mellett az egyéb juttatások mértéke is hasonlóképpen emelkedjék. Ráadásul a szakszervezet és a főváros megállapodott abban, hogy a minimálbér emelés mértékéhez kötik a fővárosi cégek bérfejlesztését. Mivel a kormány jelentős minimálbér emelést hajtott végre, teljesülhetett a szakszervezetek 15%-os követelése is. A megállapodás az átlagosan 15%-os mértékű alapbérfejlesztésen kívül, amely 2022. január 1-től érvényes, további elemeket is tartalmaz, közölte a BKV ZRT sajtóosztálya. Megkezdődött a Tétényi fennsíkon található illegális sitt és szemét tenger eltakarítása, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a 22. kerületi Tétényi fennsík a főváros legnagyobb kiterjedésű száraz rétjeit magába foglaló terület, amely számos védett, ritka állat és növényfaj otthona. Az elmúlt években, évtizedekben azonban sok hulladék került a területre. Hosszú előkészítési, tervezési és engedélyezési folyamat után kezdődtek meg a több mint 4100 tonna szemét és sitt elszállítási munkálatai. Továbbá elkezdődött a tereprendezés és rehabilitáció a főkertnek és az FKF-nek köszönhetően, közölte. Magyarországon is érzékelhető volt a Tonga közelében történt tengeralatti vulkánkitörés okozta légköri nyomásváltozás, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mint felidézték, szombaton helyi idő szerint a késő délutáni órákban, magyarországi idő szerint kora reggel a Csendes-óceán nyugati részén fekvő, Magyarországtól mintegy 17 ezer kilométerre lévő Tonga-szigetek térségében vulkánkitörés történt, amely miatt szökőár riadót is elrendeltek. A vulkán hamufelhője 20 kilométeres magasságba tört, hatalmas robaját több mint 1000 kilométeres távolságban is hallották. A hirtelen kialakuló légköri nyomáshullám körbeérte a bolygót, így a Föld minden egyes pontján érzékelték. A meteorológiai szolgálat azt írta, a magyarországi mérőállomások is regisztrálták a hirtelen bekövetkező nyomásváltozást. A meteorológiai szolgálat érdekességként azt is kiemelte, hogy mivel a lökéshullám két irányból érte el Magyarországot, így kétszer figyelhető meg a mérésekben az örej. Külfölddel folytatjuk. Az izraeli kabinet vasárnap jóváhagyta 110 millió sékel, azaz nagyjából 11 milliárd forint elkülönítését a Siratófal infrastruktúrális munkálataira és a zsidó szenthely látogatottságának növelését célzó programokra. Az 5 éves költségvetési terv azonban egyetlen sékelt sem fordít a fal déli részén található egalitárius imatér korszerűsítésére.
A javaslat miatti elégedetlenségük jeléül, amelyet Naftali Bennett miniszterelnök nyújtott be, négy kabinettag, Omer Barlev közbiztonsági miniszter, Nachman Shai diaszpóra ügyi miniszter, Tamar Zandberg környezetvédelmi miniszter és Elazar Stern hírszerzési miniszter tartózkodott a szavazáson. Mi a kormányban a teljes zsidó népet képviseljük, és kötelességünk mindkét imatér, az ortodox és az egalitárius ápolása. Minden zsidónak joga van a helyéhez a siratófalnál, mondta Nachman Shai. Lelőtték a rendőrök azt a fegyveres férfit, aki szombaton túszokat ejtett Texasban, az amerikai tagállamban lévő Colby zsinagógájában, közölték helyi hivatalos források újságírókkal. A férfi négy embert, köztük a rabbit ejtette túszul a zsinagógában, egyikőjüket több mint 6 óra után szabadon engedte. A többi túszt órákkal később szabadította ki a szövetségi nyomozó iroda különleges egysége. Sajtóforrások az akciót kísérő fegyverropogásról és vélhetőleg villanógránátok okozta robbanásokról számoltak be. Greg Abbott, texasi kormányzó Twitteren arról tájékoztatott, hogy a kiszabadult túszok jól vannak. A tettes helyi idő szerint szombat délelőtt hatolt be a zsinagógába, ahonnan online élőben közvetítették a szertartást. A férfi a túszok elengedésért cserébe egy Aif Siddiqui nevű pakisztáni származású nő szabadonbocsátását követelte. Siddiqui-t 2010-ben egy amerikai bíróság 86 év börtönbüntetésre ítélte, amiért Afganisztánban amerikai katonákat és FBI ügynököket próbált megölni. Egyes amerikai sajtóforrások szerint a túszejtő Siddiqui testvére volt. A hatóságok mindössze azt közölték, kiderítették a férfi személy azonosságát, ám azt egyelőre nem fették fel a sajtó előtt. Életbe léptek vasárnaptól az ukrán nyelvtörvény nyomtatott sajtóra vonatkozó rendelkezései. Mostantól a nem ukrán nyelven megjelenő országos terjesztésű napilapoknak és egyéb újságoknak vagy át kell térniük az ukrán nyelvre, vagy ugyanolyan példányszámban és tartalommal egy időben meg kell jelenniük ukrán nyelvű változatban is. Ez alól egyelőre kivételek a csak egy megyén belül terjesztett kiadványok, amelyek az átállásra 2024. júliusáig kaptak haladékot. Egy ukrán hírportál hozzáfűzte, hogy a törvény erre vonatkozó cikkeje elsősorban az orosz nyelvű sajtót érinti. Az ukrán állami vezetésben azután kezdték aktívabban védelmezni az ukrán nyelvet, hogy Oroszország az Ukrajnában élő oroszajkú lakosság védelmére hivatkozva 2014-ben önkényesen magához csatolta a Krím-félszigetet és fegyveres konfliktus szított a Donyec-medencében. A koronavírus járvány kezdete óta vasárnap először jelentették észak-koreai tehervonat érkezését egy kínai városba a két ország határánál. Helyszíni beszámolók szerint nem sokára újraindul a két ország közt a pandémia miatt megszakadt kereskedelmi forgalom. Az észak-kelet-kínai Tadong határvárosban több kereskedő a sajtónak azt mondta, tudomásuk szerint hétfőn hivatalosan is megnyitják a két ország közötti szárazföldi határt a teherforgalom előtt. Helyszíni beszámolók szerint a kínai oldalon egyre többen gyülekeznek árukkal megrakodva, a sajtónak nyilatkozók azonban nevük elhallgatását kérték. Peking egyelőre hivatalosan nem tájékoztatott a határ újranyitásának várható időpontjáról, a kínai külügyminisztérium pedig nem válaszolt az ezt firtató kérdésekre. Japán és dél-koreai hírügynökségek szintén azt közölték, hogy a két ország vélhetőleg újraindítja a kereskedelmi forgalmat. Februártól koronavírus elleni oltási kötelezettséget vezetnek be Ausztriában a 18 éven felettiek számára. Az erről szóló kidolgozott törvénytervezetet vasárnap mutatta be az osztrák kormány. A kormányzati elképzeléseket Karl Nehammer kancellár, Caroline Estatler alkotmányügyi miniszter és Wolfgang Mückstein egészségügyi tárcavezető ismertette az osztrák kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatón. Az előterjesztés értelmében március közepéig a kezdeti úgynevezett alkalmazkodási fázisban még nem büntetik az oltást fel nem vett személyeket. A tervezett büntetési keret egyébként 600-tól 3600 euróig, azaz 180 ezer forinttól 1 millió 100 ezer forintig terjed. A szabályozás ugyanakkor kivételt tesz a várandós nők és mindazok esetében, akik orvosi okokból nem vehetik fel a védőoltást. A szabályozás február elején lép életbe annak ellenére, hogy az országos oltási jegyzékben a kivételek rögzítéséhez szükséges technikai megoldások legkorábban csak áprilisban lesznek elérhetőek.
Megkezdődött vasárnap Portugáliában a január 30-án tartandó előrehozott parlamenti választások kampánya. A közölt felmérés szerint a kormányzó szocialista párt a szavazatok mintegy 38%-át szerezheti meg. Ez kicsivel több, mint a 2019. október 6-ai választásokon elért eredmény, ám a parlamenti többséghez még mindig nem elég. A legnagyobb ellenzéki erőnek számító szociáldemokraták pártja, amely a nevével ellentétben jobboldali párt, a felmérés szerint a voksok mintegy 30%-ára számíthat. A parlamentbe 2019-ben egy képviselővel, a pártvezető André Venturával bejutott jobboldali radikális párt, a CSEGA, azaz magyarul elég volt párt részéről azt közölték, hogy a párt a harmadik legerősebb tömörülés kíván lenni. Végül egy gazdasági hír. A kormány intézkedései a magyar családok támogatását, védelmét szolgálják. Az alapvető élelmiszerek árának rögzítése is jelzi, hogy a kormány határozottan közbelép, ha elszabadulnak az árak, mondta az agrárminiszter. Nagy István az élelmiszerár stopról szóló döntést bátor lépésnek nevezte. Mint mondta, így egyrészt több pénz marad a családoknál, másrészt ezzel üzennek a piacnak is, hogy a magyar kormány nem fél meglépni a legváratlanabb intézkedéseket sem. Nagy István jelezte, azokat az alapvető élelmiszereket érinti az árrögzítés, amelyek a mindennapi élethez szükségesek a társadalom legszélesebb rétegeiben. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brauerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, maradjanak velünk, hiszen következik az időjárás jelentés. Ma eleinte napsütésre, majd később felhős időre készülhetünk. Este nyugaton, délnyugaton felhős marad az ég, ott szórványosan előfordulhatnak havas esők, illetve hózáporok. A hőmérséklet várhatóan mínusz 6, plusz 10 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!